Gurul a falon a Teddy henger, a költségekbe a kormány is beszáll. Az otthonfelújítási támogatás a költségeik felét maximum 3 millió forintos segítséget jelent. Január 1-től támogatja a kormány a gyermeket nevelők otthonfelújítását. Sokak fantáziája lódult meg a bejelentés után. Én is szeretném ezt a lakásfelújítási támogatást igénybe venni. Hát, amint a videókon látszik, a nyílászáró cserékre. De minél több részlet derült ki, annál bonyolultabb lett a matek. Annyi megkötés lesz, hogy az anyagköltség és a munkadíj is legyen benne. Ha nincs munkadíj, nem lesz támogatás sem, figyelmeztet a Híradó által megkérdezett pénzügyi szakértő. Az nagyon fontos, hogy csak elrohanunk és vásárolunk bárhol, bármit, az kevés lesz. Mindenképpen szükségünk van munkadíj elszámolására is, szerződés alapján, számlával. Ráadásul csak a kisebb összeget veszik figyelembe a támogatásnál. Ha tehát valaki 4 millió forintot költ mondjuk burkoló lapokra és mindössze 1 milliót kivitelezőre, összesen 2 milliós visszatérítésre számíthat. Aki nem tud munkadíjat elszámolni, hiába vett bármennyi anyagot, 0 forint támogatást kap. Jó hír viszont, hogy a támogatás műszaki berendezésekre is jár, de csak akkor, ha azok beépíthetőek. Nagyon fontos, hogyha nem burkolatról, nyílászáróról, tetőfelújításról, hőszigetelésről beszélünk, akkor beépített elemről kell, hogy beszéljünk, beépített konyháról, beépített tűzhelyről, beépített hűtőgépről, beépített légkondicionálóról, mindenképpen a lakás szerves részévé váló beépített elemről kell, hogy szóljon a számla. Az Államkincstár honlapján az is megtalálható, mire nem jár biztosan a támogatás. Így például szabadon álló bútorok vagy gépek, például mosógép vásárlásához, mint ahogy a lakásbővítésre, tereprendezésre, gyepszőnyek fektetésre, tároló építésére, infraszaunára, napellenzőre, de riasztó beszerelésére sem. A számlákat 2021 első napjától 2022 végéig lehet gyűjteni. Érdemes mindent összevárni, mert támogatásért csak egyszer lehet folyamodni. A családosok kedvezményes otthonfelújítási hitelt is igénybe vehetnek a költségek fedezésére. Ennek összege legfeljebb 6 millió forint lehet, de akkor egy éven belül végezni kell a felújítással és be kell nyújtani a számlákat.